Borok, illatok, színek, tájak, történetek. Minden héten egy téma és egy borász kerül előtérbe. Ez a Bormárka. Iránytű borkalauz a mindennapokra. Ha péntek délután 14 óra 5 percet üt az óra, akkor ez azt jelenti, hogy előkerül az iránytű. Szeretettel köszöntünk mindenkit, ez itt a Bormárka iránytű borkalauza mindennapokra a Trend FM-en, 94.2-n, illetve ahogy ez most már bízunk benne, hogy jól bejáratott szokás szerint egyre népesebb a rádiónk YouTube oldalán követők táborának a száma. Ezt szám szerint látjuk mi magunk is, tehát nem csalás, nem ámítás, és bízunk benne annak kapcsán is, hogy 19 órától a premiért is minél többen követik, de ha valaki éppen nem ér rá, péntek délután, akkor bármikor ez visszanézhető. Az én nevem Gál Márk, köszöntök mindenkit, de ma sem hajtom ezt a műszakot vagy funkciót egyedül. Itt van velem Zilai Zoltán, mint a mai adásunk társműsorvezetője. Szép jó napot, szervusz Zoli! Szervusz Márk, nagy szeretettel köszöntöm a vendégünket és a hallgatóságot is. És a vendégünket valóban mindjárt fogjuk köszönteni, hiszen akik képben követnek bennünket, látják, hogy most is hárman ülünk itt a stúdióban, de még előtte csak egy gondolat erejéig utaljunk vissza mindarra, ami egy héttel ezelőtt elhangzott az adásban, hiszen akkor tettünk egy ígéretet a hallgatóink irányába, amit most be is tartunk. Azt mondtam akkor, hogy egy két felvonásos témát dolgozunk föl, ez pedig nem más, mint a vendéglátás, borturizmus, hiszen mikor máskor, ha nem épp a nyári időszakban. A szerencsésebbeknek gondolok itt az iskolásokra, a vakáció már elkezdődött egy kis ideje, de hát előbb-utóbb azok is, akik dolgoznak, szabadságra fognak menni, és miért is ne jó szívvel, kicsit ajánlva is ezt a témát a hallgatóinknak, nézőinknek, belevetettük mi magunkat is, és ebben segítségünkre volt akkor Csizmadia Kristóf, a Villányi Borvidékről a Gere Attila pincészet egyik vezetője, és hát erről is faggattuk őt, hogy ők ott Villányban ezt jelenleg hogyan látják, és főleg van egy ilyen plusz csavar ennek a témának, bár már azért távolodunk szerencsére, vagy hál' Istennek a Covid őrülettől, de az egy jelentős pofont vagy gyomrost bevitt ennek a témánknak is, és ebből fel kell valamilyen formában tápászkodni állni, tehát ilyen szempontból is van egy érdekessége ennek a témának, függetlenül attól, hogy nyár van. És ma pedig elérkeztünk a második részéhez, második felvonásához. Két végletekben gondolkodtunk alapvetően a téma kapcsán, hogy így akkor a teljes palett tehát be tudjuk mutatni a hallgatóinknak, nézőinknek. Az egyik, hogy úgymond a nagyok, hogyan viszonyulnak ehhez a témához, a másik pedig, hogy megint csak az úgymond, és az egyik sem bántó vagy túlzottan dicsérő jelleggel, a kicsik hogyan teszik mindezt, és a múlt héten körbejártuk az előbbit, most pedig az utóbbira kerül sor, és ebben pedig segítségünkre van a mai alkalommal Miklós Csaba, de sokan csak úgy ismerik, nem csak a szakmákban, de a borkedvelők is, mint Miklós Csabi, a Móri Miklós Pince tulajdonosa. Némi háttérinformáció mielőtt még hivatalosan is üdvözöljük vendégünket. 1976 látta meg a napvilágot tőzsgyökeres móriként. Szombathelyen a kertészeti technikumban kertész technikusként végzett kitűnő eredménnyel. A Kecskeméti Főiskolán szerzett szőlő és gyümölcstermesztő mérnök diplomát, szakmai gyakorlatát pedig nem máshol, mint Kaliforniában töltötte, diploma munkáját pedig bormarketingből írta. Ugorva kicsit az időben, 2012-ben, mint egy kis érdekesség, a londoni olimpián a magyar szurkolói tábor házi borásza volt, 2013-ban pedig az év juni borászának is megválasztották. Csaba, vagy Csabi elmondása szerint, és most idézek, ha az ember móri születésű és kertészeti főiskolára jár, akkor adja magát, hogy szőlészként diplomázik. És ha van egy szőlészeti diploma a kezében, és bormarketingből szakdolgozott, akkor ha van egy eladó kispince móron, azt megpróbálja megszerezni. Szeretettel köszöntünk Csabit a Bormárkában. Jó napot kívánok, sziasztok! Köszönöm, hogy itt lehetek. Lehet, hogy kihagytunk, sőt, biztos, hogy kihagytunk jó néhány információ morzsát ebből a rövidke kis felvezetőben, de ezeket is majd felfejtjük a beszélgetésünk alatt. És ilyenkor mindig kicsit egy jégtörővel szoktuk kezdeni, hogy oldjuk a vendégünkben esetlegesen benne lévő izgalmakat, de bízom benne, hogy esetben ez nincs így, vagy ha mégis így van, akkor majd mindjárt túlesünk ezen az első jégtörő kérdésen, ami
engedd meg, hogy pontosan erre kanyarodjak vissza, amit az adásunk első percében utaltam, hogy személy szerint, és ezt most nem temetve a múltat, vagy nem borulátóan, hanem egyszerűen a valóságot fölfedve, a covidos időszakot hogyan éltétek meg? Akár személyesen, akár a pincészet életében. Hát ugye abból a szempontból nagyon hálásak vagyunk a COVID-nak, hogy megtanított bennünket Móron a többi termelővel együtt gondolkozni és együttműködni, mert nem volt más lehetőségünk. Ugyanis ugye egy ilyen kritikus és ilyen ismeretlen szituációt az ember egymaga nem fog tudni megoldani. És nekünk abból a szempontból nagyon nagy szerencsénk volt, hogy Móron sok a fiatal borász, akik szeretnének ebből a mesterségből egy szép jövőt kovácsolni maguknak, és így mi 6-7 eredményesen összedugtuk a fejünket, és megtanultunk együtt gondolkozni, már akkor 2020-ban, és 2021-22-ben pedig ezt kifinomítottuk, és most 2023-ban pedig látjuk az eredményét, hogy több ötletünk megvalósult, és életképes, életerős, és látjuk azt, hogy van rá igény, és egy picit jobban látjuk most azt a jövőt, amiben a szőlészetnek, borászatnak a vendéglátással valahogy együtt kell működnie. Tulajdonképpen akkor nem túlzás, hogyha azt állítom, hogy egy alapvetően negatív helyzet összekovácsolta nem csak vélhetően a Móri borvidéket, hanem amúgy a Magyarország egyéb vélhetően vidékeit, borrégióit is. Abszolút. Kaptam egy felkérést 2022-ben, hogy tartsak a, hát egy ilyen válságkezelésről a COVID után előadást, és akkor így számba vettem, és tényleg akkor így végig gondoltam, hogy mégis mi történt, és tényleg hál' Istennek nagyon jól sikerült felmérnünk a helyzetet, hogy a helyzet ugye az volt, és mérlegelve a körülményeket, hogy túl kell élnünk. Tehát meg kell maradni a szőlészetnek, meg kell maradni a borászatnak, meg kell őriznünk a kollégáinkat, a kollégáinknak jövedelmet kell tudnunk biztosítani, és felmértük azt, hogy az egónkat, ami egy önazonos mesterségben, tehát mindenki egy picit valahol egó, mert ugye a saját nevünket írjuk a címkére, ezt egy picit most a fiókba kell rakni, mert az életösztön, az életben maradás, a fenntarthatóság a sokkal erősebb üzenet és cél, és így ez megtanított bennünket, rákényszerített bennünket arra, hogy minden esetleges nézeteltérésünket most a fiókba tegyük, a szőnyeg alá seperjük, és egymással válvetve dolgozzunk. Az egy kritikus helyzet volt. Természetesen térden volt az egész szakma, nem csak a termelés, hanem a kereskedelem, a vendéglátás, a turizmus, az idegenforgalom, ezek mind-mind térdelő állásban voltak. És nekünk hála a többi termelőnek, tehát ezt ki kell hangsúlyoznom, hogy ugye itt több elméről van szó, több szándékról van szó, akik felmérték ezt, és mindenki hasonlóan tudott gondolkozni, és a cél az volt, hogy túléljünk, és hogy felszínen maradjunk. Sála, jó Istennek az élet azt mutatja, hogy ez sikerrel beérett a gyümölcs. Én azt látom, hogy jó irányba indultunk el, az útnak a nagyon az elején járunk, talán jó sebességgel járunk ezen az úton, tehát nem rohanunk, de biztonságos tyúklépésekkel egy jó irányba haladunk. És talán nem is lehet rohanni. Nem, biztosan nem lehet, és nagyon érdekes, nagyon jó, amiket Csabi mond, és az összefogás ugye nagyon fontos, a humán erőforrás, mint érték, ami egy céget meg tud tartani, egy fenntarthatóságot tud biztosítani, ez megint kulcskérdés, ezt nagy örömmel hallom, én magam is így gondolkodom, és a vendéglátás, a borászat mellett pedig egy olyan több lábban állásnak a megvalósulása, ami egyébként szinte minden vállalkozásban, válságos időkben segítséget lehet, amikor van alternatíva, van lehetőség több dologgal foglalkozni, és akkor így a változó világnak jobban lehet reagálni a kihívásaira. Csabi, a ti vendéglátó tevékenységetek a pincészetnél, a pincédnél nagyon korán kezdődött, tehát még más borász kollégánál, borászatnál egy befutott, működő borászat bővíti sokszor a tevékenységet, és kezd el vendéglátással, étterem,
borkóstoltatás, akár szállásnyújtás szolgáltatás beemelésével. Ti már az első perctől kezdve nagyon, nagyon úgy láttam, tudatosan elkezdtetek ezzel a kiegészítő tevékenységgel párhuzamosan foglalkozni. Mi volt ennek az oka? Bejött-e? Hogy látod, ez mennyire sajátja a ti pincészeteknek, hogy ebben ennyire markánsan megjelenik a vendéglátás? Nagyon nagy szerencsénk volt rögtön az elején, és ezt a szerencsét, ezt úgy merem mondani, hogy az Ezeri utca 3-ban egy olyan borospincét tudtam megvenni, ami a belvárosban van, Mór belvárosában van, ahova a vendégek, és itt most konkrétan a lányokra gondolok, el tudnak jönni magas sarkuban. És ugye ezeket mindig megmosolyogjuk, de ezek tények, tehát ahol a lányok jól érzik magukat, ahol nem kell taxit hívni, nem kell utána autóba ülni, ez egy olyan hátszél, hogy azt vettük észre, hogy megtartunk egy borkóstolást, és a vendégek egy picit ott felejtik magukat, mert haza tudtak sétálni, mert megfelelő körülmények voltak. És akkor mi rájöttünk, hogy maga a palackos bor valójában az egy félkész termék. Hiába van rajta a címkénk. A késztermék az, amikor élményt is adsz hozzá. És ezt az élményt mi egy pince hangulattal és az őszinte borbemutatóinkkal, a szelíd borainkkal, meg a szelíd szakmai hozzáállásunkkal valahogy így próbáltuk ezt közvetíteni. És azt tettük észre, hogy ez így elkezdett működgetni. Én 2001-ben vettem a pincémet. 2005-ben jöttünk ki ezekkel a vicces fantázianevekkel, amik most már egy picit kevésbé önazonosak, tehát most ezt már mindenképpen ránc felvarnunk kell. De akkor 27-28 évesen ugye minden új volt, a szüret új volt, a palackozás új volt, a vendég új volt, a hangulat, a mindegyik rendezvény, a Budai Várban a rendezvények, hát emlékszem, a Budai Várban még egy fél standot béreltünk ketten a Kamocsai Ákossal, csak hogy ott lehessünk, és hogy megmutathassuk magunkat, mert annyira új volt, és annyira akartunk menni. És hát innen indultunk, és láttuk a vendégeknek az őszinte mosolyát, és ez indított el bennünket ebbe az irányba. De ez jó pár adag szerencse faktor, és jó pár túlórázó őrangyal kellett. Te marketing szakember is vagy, úgy látom, mert megtapasztalom, mert te nagyon, nagyon kifinomultan és nagyon intenzíven foglalkozol ezzel a területtel is. Azért a vendéglátásnak az a funkciója, hogy személyes kontaktust lehet kialakítani, hogy egy nagyon hiteles információnyújtást meg arcolat megjelenítést lehet megvalósítani. Ez egy kis pincészetnek, nem nagy volumenben gondolkodó pincészet, a piacépítés, a brandépítésben egy nagyon jó eszköz, nem? Szerintem nem csak, hogy jó eszköz, hanem feltétel. Ma szőlőt termelni nagyon nehezen lehet pici szinten eredményesen. Tehát nagyon-nagyon jól kell lenni gépesítve ahhoz, hogy szőlészként eredményeket tudj felmutatni. Ez a klimatikus tényezők, a fajta struktúra, nagyon sok minden hozzájárul. Csak borászként, hogyha mustot állítasz elő nagy mennyiségben, vagy folyóbort állítasz elő, olyan infrastruktúrális háttér kell, hogy ezt nem lehet már ma leakasztani a szögről, úgy, mint régen a rendszerváltás után, hogy volt egy pinceág, ami egy TSZ volt, egy állami gazdasági, valahogy hozzájutottál, volt tárolótér, azok ma már mind-mind elavultak. Tehát a mai ízlésnek ilyen eszközháttérrel már nem lehet nekiállni. És egy kicsi családi pincészetnek a kiugrása egyetlen egy dolog, az, hogyha bármilyen formában a terméke, aminek egy jó terméknek kell lenni, ami ilyen esetben mondjuk a bor, a jó termék mellé valami olyan emlékezetes élményt tud adni, hogy a kedves vendég úgy érzi, hogy ő oda vissza szeretne térni, és először a vendégből lesz egy visszatérő vendég, és utána pedig egy nagy követe a brandnek, a pincészetnek. Másképp nem fog tudni fennmaradni ez a kicsi, tehát én ezt a pár hektáros gazdaságokra értem, mert olyan költségterheink vannak ma már, annyira költséges egy kiló szőlőt megtermelni, hogy egyszerűen ezt nem szabad kihagyni az Excel táblából. Tehát, hogyha valaki ennek nekiáll, akkor ennek egy nagyon komoly, nem sornak, hanem nagyon komoly táblának kell lennie, hogy mi lesz az az élmény, ami miatt hozzánk visszatér a vendég.
Ja, most még csak egy megjegyzés, hogy még világosabb legyen a hallgatóknak, hogy amit elmondtál az élményről, meg erről a megközelítésről, ez feltétel annak, hogy sikeres legyen a vendéglátás, és a vendéglátás révén azt az ár és tömeget, azt a jövedelme termelő képességet tudod még megszerezni, ami a kereskedelemben van, a nagykereskedelem, kiskereskedelem, a vendéglátás árrései tudja az a kis termelő mind realizálni, és így lehet finanszírozható az a nagyon költséges munka, amit egy ilyen kis pincészet egy nem olyan nagy volumen mellett kevésbé hatékonyan kell, hogy ráfordítson a termelésre. Amikor egy rendezvényen, vagy Móron, vagy Budapesten, legyen ez bármelyik kiállítás, legyen ez bármelyik szakmai rendezvény, vagy Móron, csak egy borkostoló, képzeljétek el, hogy nagyon fontos momentum az, hogy a vendég a saját hasában szállítja el a terméket. Mosolygunk rajta, de gondoljatok bele, mennyibe kerül csak Mórról felszállítani mint olyan 10 karton bort, 60 üveg bort mennyibe kerül felszállítani Budapestre. Ez miből jön le? A bor árából, mert a benzinkúton én tankolok. És ezt megteszi helyettünk a vendég, mert ő szállítja el a hasában. És ha még egy pár kartont is vásárol, igen, akkor még többet is. Igen. Tehát ugye sajnos ezeknek szempontnak kell a mai világban lenni, mert hogyha ezeket eltitkoljuk magunk elől, akkor a végén nagyon könnyen jöhet egy olyan, hogy nem lesz hosszú távon fenntartható az a tevékenység abban a méretben, amiben az ember csinálja, és éppen ezért mi is most természetesen mindazon túl, hogy kiváló borokat szeretnénk készíteni, a legfontosabb feladatunknak azt tartjuk, hogy ez hosszú távon fenntartható legyen. Tehát, hogy egy olyan biológiai lábnyommal, egy olyan gazdasági tevékenységgel maradjunk a felszínen, ami hosszú távú és jövőbe mutat, és kompatibilis a mi szakmai hozzáállásunkkal és hitvallásunkkal. Tehát ez nagyon fontos. Mi lehet akkor tulajdonképpen a cél? Milyen irányba erősödhet, és most konkrétan zoomoljunk rá, ilyen mai szóval élve, a Móri borvidékre. Hogy miért kérdezem ezt? Korábban azt nyilatkoztad egy interjútban, hogy egy hétvégi borvidéket kellene faragni, egy helyet, ahová szívesen kirándulnak az emberek, jókat ehetnek, ihatnak, túrázhatnak. Igen. Magyarországon szerintem csak, és ezen ne bántodjon meg egyetlen egy borvidék sem, kérem őket, mert mindenki iránt nagyon nagy tisztelettel adózok. Szerintem maximum 2 olyan borvidékünk van, ahol egy egész hetet el lehet tölteni. És ez egy nagyon nagy probléma. Mert egy szállást felépíteni ugyanannyiba kerül, egy konyhát felépíteni ugyanannyiba kerül, hogyha az csak heti 3 vagy 4 nap megy, vagy hogyha megy egész héten. És itt nagyon nagy hátszele van egy Egernek, ahol van Vár, van Tisza, van Bükk, van Mátra, van egy gyönyörű belváros, van kultúra, van gasztronómia, ahova el tud kirándulni bárki egy hétre. Mór nem ilyen. Mór nem nyújt annyi attrakciót, hogy egy héten keresztül mindenkinek, egy családnak adjon elfoglaltságot. És nekünk, móriaknak az a feladatunk, hogy egy hétvégére gyűjtsünk össze, ahogyan te mondtad, egy csokorba, olyan attrakciókat, hogy egy család el tudja tölteni jól azt az időt, és úgy érezze, hogy azért a pénzért, amit kapott, azért, vagy amit elköltött, azért ő olyan maradandó élményeket kapott, hogy jól érezte magát. Ez egy nagyon, nagyon komplex és összetett feladat. De én is utazok, és én is tudom, hogy megnézem, hogy elköltök 10 000 forintot, akkor azért mit fogok kapni? És ezért nagyon észszerűen kell tudnunk programot, aktivitást, kikapcsolódást kínálni. Mórt nem fog tudni olyanná varázsolni, ahol egy hétig egy család minden nap valami más attrakcióval lepi meg magát. Viszont egy hétvégére fogunk tudni már most is programokat adni kis családoknak, fiatal gyerekeknek, felnőtteknek, aki nem borozik, neki is, aki borozik, annak is. Tehát ez most ez a cél. Tehát lépésről lépésre kell haladnunk, és akkor, hogyha mindezt kipipáltuk, akkor lehet, hogy meg lehet nyújtani egy picit a hétvégét, és lehet, hogy már egy csütörtöket is be lehet valahogyan csempészni. Mert most úgy néz ki Móron a turizmus, hogy pénteken érkezik meg a vendég, pénteken 1-2 helyen kóstol, szombaton 1-2 helyen kóstol, kirándul, vacsorázik, és vasárnap délelőtt távozik. 2 vendég éjszakát tölt Móron, 3-4-szer étkezik meleget, 1-szer hideget.
És hogyha ezt fel tudjuk tuningolni, és meg tudjuk tolni, úgyhogy esetleg egy csapatépítő tréning már csütörtökön, és így tudjuk ezt felfűzni láncra, ez lesz az, ami egy picit közelebb visz bennünket a biztonságos fennmaradás céljához. Meg ha többen vagytok. Igen. Tehát ez a kínálat lehet, hogy idegenforgalmilag viszonylag homogén és egyszerű, hogy csak bírálatok, borkóstolók, pincelátogatások adják a többségét a programoknak, de hogyha több hasonlóan színvonalas, jó szemléletű, kedves, érdekes borkínálattal működő borászat nyitja meg az ajtaját, és válik ebbe a programban társa, partneri, akkor ez a program ebben a kategóriában is bővülni fog. Tehát ezzel is lehet akár a vendégszámot növelni, akár az ott tört időt, hosszát is meghosszabbítani, megnövelni. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy tényleg most már a régi nagy név, akit mindenki ismert, és mindenki szeretett és felnézett rá, ugye a Bozóki pincészet mellett már ugye van csak egy utcába, hogyha elindulunk az Ezeri utcából, van egy Frey pince, van egy Galambos pince, hogyha tovább megyünk a Hársó utcába, van egy Csetvei pince, van a Brigád, van a Spontán pince, van az Eisenberger pince, a másik utcában van a Varga pince, van a Gessler pince, tehát ez most csak a belváros, ahova egyik helyről a másikra el lehet sétálni gyalog. Tehát ez mind-mind egy nagyon-nagyon értékes tulajdonsága a Móri borvidéknek, hogy amit és nagyon jól esett, hogy az Oli ezt így kimondta, hogy többen kell, hogy legyetek, mert egy fecskért egy 22 szuper borvidékünk van. Az azt jelenti, hogy legközelebb Móra 22 év múlva kerülne a sor, hogyha valaki oda akar elmenni. Hát az azért maradjunk annyiba, hogy egy nagyon-nagyon távoli jövő. Viszont, hogyha sokan vagyunk, és izgalmasak vagyunk, és színesek vagyunk, akkor lehet, hogy 3-4 évente elkirándulnak hozzánk a vendégek, mert ugye közel vagyunk a fővároshoz, és ugye a fővárosból érkezik a legtöbb borturista, legtöbb tudatos borturista. Viszont ugye, hogyha már itt tartunk, ugye Mór zseniálisan jó helyzetben van, mert három főváros van, a közelében Budapest, Pozsony és Bécs. Ugye ott van Győr, Veszprém, Moson-Magyaróvár, nagyon jó borturistákat hoz nekünk. Akkor ugye természetesen Székesfehérvár, Tatabánya. Tehát ez már egy nagyon jó tégely, amiből mi meríteni tudunk turistákat. A záró akkordunk az első részben elkereszteltük, és most már ez így is marad, nem akarunk rajta változtatni, hiszen ez már a 12. adás, tehát bebetonozta magát névügyileg. Úgy kereszteltük el, Csabi, ezt a rovatot, hogy borcseppek. Kifejtem röviden, hogy miért pont ezt a nevet gondoltuk ki. Azt szoktuk általában ilyenkor elkövetni idézőjeles merényletként, a meghívott vendégről felkészülünk amúgy is, ahogy illik, annak rendje módja szerint, de ez a borcseppek ad egy ilyen kis külön varázs, külön kincset is a beszélgetés megkoronázásaként. Korábbi interjúkat szoktunk ilyenkor böngészgetni, de nem szembesítő jelleggel, és nem is az a célunk, hogy ezeket teljes egészében itt megosztjuk, hanem ezekből nagyon kevéske kis cseppeket ragadunk ki, és ha nem emlékszel arra, hogy éppenséggel milyen kontextusban mondtad azt X idővel ezelőtt, az sem gond, nem is ez a feladatnak a lényege, hanem sokkal inkább lássuk, hogy most jelenleg ezt milyen szövegkörnyezettel ruháznád fel. Lehet, hogy már máshogy gondolod, mint ahogy korábban nyilatkoztad, lehet, hogy még inkább úgy gondolod, ez most te döntöd majd el, mi csak idézőjelesen, bár nem annyira idézőjelesen, szembesítünk ezzel, és a stratégiánkat alkalmazva pingpongszerűen megosztjuk ezt a feladatot is. Az elsőt én most megkérném Zolit, hogy olvassa. Legyen itt, át is futottam az idézetet, de hát ezt mondtad akkoriban. Az érdeklődés frissen tartásához fontos, hogy valamilyen szintű gasztronómiát vigyen az ember. Legalább egy sajtsonka tárra, vagy egy jól megkomponált zsíros kenyére szükség van. A vendég elviszi a pince hangulatát, élményét, másrészt viszi magával a bort, és ez fontos. Igen, ezt most is így látom. Tehát ugye nekünk, mi nem fogunk tudni egy komoly konyhát felépíteni. Nagyon szeretek enni, nagyon tisztelem a konyhaművészetet és a magyar gasztronómiát. Én alkalmatlannak tartom magamat arra, hogy én egy jó konyhát felépítsek. Tehát az, hogy szeretek enni és utazni, az nem elég ahhoz, hogy, igen, hogy ez valaki... Ez külön szakma, egy külön hivatás. De ehhez profinak kell lenni. Viszont ahhoz, hogy a vendég mégis a bor mellé valami ízvágó falatkát egyen, az egy sonkát fel tudunk szeletelni, egy olivavát, egy sonkatálat, egy sajtálat oda tudunk adni, és egy például különböző zsírokból zsíros kenyeret készíteni, ezt meg tudjuk oldani, és a vendég ezzel is boldog. Tehát most legyünk őszinték, nyár van.
egy pecsenyes zsíros kenyér paprikával, paradicsommal. Tehát jobb, sokszor jobb vacsorát nem tudunk elképzelni, és annyira jó tud lenni. Az előbbi idézet, amit Zoli egyébként felolvasott, ez 2021. augusztusa. No hát én úgy döntöttem, hogy visszapörgetjük becsülettel az idő kerekét, mert ez a 21-es esztendő már picivel épp a koronavírus járvány után volt. Na most ugrunk egy nagyot az időben, homokórát megforgatjuk, 2012-es idézet következik. Szeretnék egy borétteremmel is szolgálni az evidékre érkezőknek, hogy a kitűnő borok mellé kitűnő ételek is kerülhessenek az asztalra, és egy vendégház is tervben van, hogy pihenésük ideális körülmények között történjen. Hol tart ez a gondolat most, Csabi? Hát ez igen, 2012-2011-ben nyílt a Divino, láttuk, hogy mekkora érdeklődés van a bor iránt a fővárosban, tehát konkrétan a legjobb közönség a magyar közönség, gyerekek, tehát érdeklődő, tudatos, szofisztikált, tudja, mit szeretne, tehát nagyon-nagyon szívesen költ, tehát megbecsüli, tiszteli a termelőt. És igen, akkor mi a Divinóban a nyitás után volt egy nagyon jó konyha, több ügyes séf, és láttuk, hogy ez mennyire jól megy. Viszont a belvárost nem szabad összekeverni egy vidéki helyszínnel, és a vendégház az megvan, tehát egy párnak tudunk éjszakára szállást biztosítani már most, viszont a borétterem, én a mai eszemmel azt mondom, hogy ehhez sokkal nagyobb tudás kell. Sokkal-sokkal nagyobb tudás kell. Tehát azt, hogy szeretnék, most is szeretnék, és hogyha valami siker, szerencse során úgy alakul, hogy nekem erre lesz egy bármiféle valós esélyem, és a jelenlegi tudásom alapján úgy érzem, hogy ez sikeres lehet még az én életemben, és fenntartható lehet, akkor meg fogom valósítani. Viszont azt, hogy egy félig jót csinálni, azt nem szabad semmi, igen. Akkor catering céggel dolgozunk inkább. Tehát én ezt így gondolom. Úgyhogy 11 évvel ezelőtti önmagamnak tudom, hogy miért mondtam ezt, viszont ma már azért 11 év távlatából, rutinjából azt mondom, hogy ehhez korábban kell felkelni, hogy valaki egy jó boréttermet csináljon. Csabi, még valamit a zsíros kenyér meg a kis tálakkal kapcsolatban. Én ezt tudom, hogy a helyi ízek mennyire fontosak a vendéglátásban, és amiről te beszélsz, hogy egyszerű falatokat adni, az nem zárja ki azt, hogy próbáljunk ezen belül helyit, tehát ami a helyre, az adott borvidékre, tájra jellemző, ilyet fölkínálni. Nagyon érdekel, mert én is vagyok annyira otthon Móron, hogy felétek milyen élelmiszerek, milyen ételek, milyen olyan különleges hideg dolgok vannak, amik emblematikusok, amikre lehet egy móri arcolatot, gasztrumi arcolatot esetleg építeni. Van ilyen? Hát speciális hideg dolgunk nincsen, ami ugye nagyon a régióra jellemző, ugye ez a paprikás csirkeleves, az egy bőlére eresztett paprikás csirke gyakorlatilag több zöldséggel, és általában fehér kenyérrel, illetve a svábság miatt ugye ez az izzasztott káposzta, ez a geschwürzte kraut, ami ugye mindenféle jó disznótoros finomság együtt izzik, együtt párolódik a savanyú káposztával, és egy nagyon tartalmas étel. Hagymás zsír, most eszembe jutott, igen, hogy... Igen, hagymás-almás zsír. Hagymás-almás zsír, igen, például. Az egy nagyon jó az is sváb, fogás, sváb étel. Így van. És nagyon, nagyon jó utána bort kóstolni, ugye egy picit kibéleli az embernek a hasát, és jól lehet rá bort kóstolni. Ilyenkor következik el az menetrendszerűen, amikor a meghívott vendégünk hoz magával egy tételt, hogy milyen okból esett a választása pont arra a tételre, erről is kérdezünk most téged, Csabi. Mi az, amit már a nézőink a poharakban látnak is, hogy szépen megjelennek? Igen. Ugye pavlovi reflexként gondolom, hogy minden néző és hallgató morról Móri ezer jót várna, és nekem is ez volt az egyik alapbor, amit szerettem volna hozni, viszont az Olival egyeztetve mondta, hogy olyat hozzunk, ami az évszaknak, ami a napszaknak megfelelően picit különlegesebb, úgyhogy én egy Sauvignon Blanc-t hoztam a látóhelyről, a Csókakői vár lába alól, ott van egy területünk, és onnan hoztam egy Sauvignon Blanc-t, ő a Blanné Sauvignon Blanc.
És hát ugye nyár van, meleg van, 30 fok vagy a fölött, és ilyenkor egy iszonyatosan jó korty tud lenni az, amikor ezekkel a zöld, gyümölcsös, ezzel együtt érett, tartalmas bort tud inni az ember, és mindez egy korgyba benne van, úgyhogy én ezért választottam a Blanné Sauvignon Blanc. Jó, a motiváció megvan, akkor ne húzzuk tovább a mézes madzagot hallgatóink, nézőink előtt, jöjjön a bor tényleges bemutatása, barátkozzunk vele, illat, szín, íz. Gyönyörű, tényleg majd tényleg még faggatlak majd, hogy is készült, mert ahogy a Sauvignon Blanc-tól várják a fogyasztók, várjuk szakemberek is az intenzív fajta karakteres illat, amiben a bodzavirág illat, őszi barack illat, esetleg zöld paprika, akkor egy pici kis macska pisire emlékeztető, hogyha nagyon zöld a szőlő, ez olyan kicsit egzotikusnak tűnik, de tényleg ehhez hasonlítják a szakmában néha Sauvignonnak a karakterét, ezek mind-mind meglelhetők, és ebbe beleszagolva egy nagyon-nagyon gazdag, inkább az érett gyümölcsök dominálnak, de a frissesség, a ropogósság is ott van a bor illatában, nagyon tetszik, és ami a jó illat és intenzív illat után még nagyon fontos, hogy az intenzív illat után legyen kellően gazdag az íz is, mert hogyha ez nincs meg, akkor csalódik az ember, mert a gazdag illat után gazdag ízeket vár az ember, itt pedig nincs semmi csalódás, hanem egy nagyon tartalmas, szép, telt, finom savakkal, élénk savakkal bír ez a bor, úgyhogy oszd meg velünk, hogy mik voltak az etnológiai bravúrnak az elemei, hogy ez ilyen szép lett. A kulisszatitkok. 2015 óta jobbak a Sauvignon Blanc-jaink, és előtte azért nem sikerült ilyen finom hangolt szovnyont készítenünk. Ugye az történik, hogy elfelezzük a területet, ez nekünk 12 sor fél hektár, és az első negyed hektárt azt leszedjük egy picit éretlen állapotban, ami 170 g cukor, ami egy ilyen 16-os magyar mustfoknak felel meg, viszont van 9-es savunk, és nagyon tartalmas sok zöld illat, amit mi szeretünk a Sauvignonba. És utána pedig a második születi időpontját azt úgy határozzuk meg, ugye ő be tudna érni nagyon magas cukorra, tehát 22-es, 23-asra is be tudna érni. Olyan terméskorlátozás mellett, mint olyan mi korlátozzuk, tehát mi 1,2-1,3 kilót hagyunk tőkénként, vagy még kevesebbet, ami nagyon-nagyon kevésnek számít. Így van. És a második az pedig akkor, amikor ilyen 6 körüli savunk van, és a cukor az már 200 fölött van, illatban szegényebbek vagyunk, viszont jön a test. Nem. És jön az érett gyümölcsíz. Ez érződik ebben a borban. És két és csak kézi szüret ezen a területen, és külön kierjed, találtunk hozzá egy nagyon jó fajta tipikus élesztőt, ami ezeket a tiolos jegyeket, amiket említettél, mindegyik, ugye ezek a tiolos jegyek, amiket mondtál, jól, elegánsan jönnek ki a pohárból, nem pacsuli, nem parfüm, nem az van, hogy az első szippantásnál el is fogy, hanem hosszú távon elegánsan jön a pohárból. Ennek köszönhető palackozás előtt összeházasítjuk, egy derítés, stabil hidegkezelés, és utána palack. Nagyon szépre gratulálok. Hát a mai időszakban szerintem egy ilyen bor hideg ételekhez, halakhoz, fehérhúsú ételekhez nagyon jól passzol, akár még gyümölcsel körített fehérhúsokhoz, halakhoz szintén nagyon jól kínálható. És ugye ez egy értékes bor, de és nem, talán nem volna az értékében, azt mondom, ez még akár fröccsnek is jó, mert ezzel a élénk savval, illattal, hát egy igazi jó fröccsöt szeretne valaki, az sem baj, hogy ebből az fogyaszt. Igen, abszolút nem, és nagyon örülök annak, hogy ez kijött, mert én is fröccsös vagyok, szeretek fröccsözni. Ugye, amikor nyáron az ember hétvégén kerti munkát végez, vagy bármit, és csak a szüksége van a savra, az ízre, akkor ugye mi állítjuk be, hogy mennyit hidratálunk, mennyi vizet viszünk be a szervezetbe, és mennyi bort. És ezzel egy üveg borral, úgy jégből, mellette ott van a szóda, 2 liter szóda, és csak húzod, és jó inni és fogyasztani, és csak a pozitív hatásai vannak, tehát nem fogsz tőle elálmosodni, viszont úgy fogod érezni, hogy egyre jobb a hangod, egyre jobban táncolsz.
Igen, javul a kedély, a hangulat. Igen. Megmutatjuk a kamerának is, hogyha a nézőink, hallgatóink keresnék, akkor így egyszerűbb beazonosítani. És Csabi, említettem, hogy van egy-két kérdés, amit így áttennék erre a részre. Az első kérdés rögtön adja magát, mutatva a palackot és a címkét. Nézd el nekem, és most a nézők is tegyék meg ugyanezt a kis szubjektív tényezőt. Amit nagyon szeretek a pincészetekben, az pontosan az egyedi címkék. Nem csak az egyedi borok, de ez társulnak a címkék is. Én már itt pedzegettem Zolinak is, másik társműsorvezető kollégának is, Gábornak is, hogy egyszer talán a címkékről is kellene egy adás erejéig foglalkoznunk legalább, de most itt van egy két lábon járó tulajdonos, akinek ez az egyik szerintem védjegye. Itt most maradjunk a bemutatott tételnél, honnan jött az ihlet? Ipacs Géza. Ő nekem barátom. És a Géza, én úgy gondolom, hogy emberileg kedvel engem, én is kedvelem őt, felnézek rá, tisztelem őt. És a Géza egy olyan zseniálisan jó tervező, hogy látja azt a láthatatlan hidat, ami a fogyasztó szíve és a termék között felépül. És ő ezt meg tudja vizuálisan fogalmazni. Ő ebben nagyszerű ember. Én nem értek a dizájnhoz, de szeretem a szépet. És talán nem követtünk el túl nagy hibákat azzal, hogy egy picit viccelődtünk itt a fantázia nevekkel, mert ugye nekünk, mi elkezdtünk játszani azért a Mor fantázia névvel, ugye nekünk volt a Demi Moore, vagy van a Demi Moore, van a Marilyn Moore-ról, van a Gimme Moore, van a Roger Moore, van a Depeche Moore, a Moore Me Baby, tehát ez egy picit, mondjuk, hogyha más borvidéken lennénk egy Nesmé-jel, egy Pannonhalmával, nem lett volna ilyen könnyű lehetőségünk, így van. Igen, van áthallás ugye az angol nyelvbe, tehát a Moore miatt ugye sok családnév Moore, ugye, és emiatt volt egy ilyen lehetőségünk, és ezt talán nem gurítottuk el mindenkinél a gyógyszert, mondjuk most már a felső határát feszegetjük, mert volt egy-két vendég, aki mondta, hogy legyen Tim Morris csapata, legyen Jim Morrison, akkor legyen moratórium, tehát sok ötlet van még, meg a Drewberry Moore az még mindig kimaradt, meg a Morica Bellucci, de tehát ezek már nem fognak megvalósulni. De az, hogy egyedi legyen, egy picit vonzó legyen, és mindenkitől elnézést kérek, de legyen szexi egy termék, akkor fog működni, hogyha elindít egy olyan vezérhangját, hogy én szeretnék ezzel a termékkel közelebbről megismerkedni, akkor lesz tán könnyebben sikere a terméknek polcon, itallapon. És ezért néz ki így ez a termék, de ezt az Ipacs Gézának köszönhetjük, és hát van még hál' Istennek számtalan jó grafikus designer, akik erre jól ráéreznek, viszont aki a 2000-es évek elején ezt tökéletesítette, ő Ipacs Géza volt. Most a Blannénál maradva, hiszen őt kóstoljuk, a címkén egy pár magas sarkú cipellőt tekinthetünk meg. Ez lehet akár célzás arra, amit mondtál a műsor első felében, hogy fontos volt, hogy a hölgyek, lányok akár magas sarkú is el tudnak látogatni hozzátok, de feltételezem, hogy nem innen jött az indítatás, hanem sokkal inkább valahol a kapcsolatot a bor és a látványvilág között keressük, vagy keresendő. Igen, ez egy elegáns bor, szerintem. És hogyha a gyengébb nemet, a lányokat magas sarkukban látjuk, az nekünk mindig elegáns. És ezért volt ez. De a mai világban nagyon óvatosan fogalmazok mindennel, tehát hogy valami butaságot mondjak, tiszteljük, szeretjük és felnézzünk a gyengébbik nemre, és én úgy gondolom, hogy ez egy vonzó, intenzív, jó színű címkevilág, a kapszula és a címke színe az meccsel egymással, és csak ennyi volt az egész, hogy szerethető, elegáns, intelligens és vonzó legyen a címke. És a kóstolásunk alapján mindezt meg is tudjuk erősíteni. És a bor abszolút méltó, mert elegáns, értékes, finom, egyébként egy kicsit csajos is, vagy nőies is, mert intenzív az illata, beízelgő ez az illat, éppen azért, mert inkább az érett Sauvignon karakter dominál, nem annyira a zöld, a nyersebb. Tehát én azt gondolom, ezt a fogyasztók és a hölgy fogyasztók nagy szeretettel fogyasztják, meg fogyasztanák. Csabi, ha össze kellene foglalni mindazt számodra, maradva az adásunk fő vezérvonalánál, hogy vendéglátás, borturizmus jeligére, és ehhez kötőjellel szorosan oda csatolni a Móri borvidéket, először dönts, ez lenne a kérdés, hogy ezt hogyan tennéd, kulcsszavakkal élsz, vagy gondolatokkal?
kulcsszavakban nagyon nehéz lenne, inkább gondolatokkal. Akkor legyen két-három gondolat. Tehát egy ilyen kis összefoglaló, hogy mindaz, ami neked, Miklós Csabinak, vendéglátás, borturizmus, Móri borvidék. Ma. Először is nagyon fontos, hogy azt kapod, amit látsz. Tehát, hogy nem próbáljuk meg átugrani az árnyékunkat. Tehát nem molekuláris gasztronómiával fogsz találkozni Móron, viszont személyességgel, barátságossággal, talán egy pici bátorsággal is, vadregényességgel, izgalmakkal, őszinte emberekkel fogsz találkozni Móron, és én annyit arra bátorítok mindenkit, aki szeret hátizsákkal bakancsos turistáskodni, hogy adjon egy esélyt a Móri borvidéknek és a Móri borászoknak, vagy ismét látogasson meg bennünket, és minden évjáratot, hogyha lehet, jöjjenek és kóstoljanak végig, mert nagyon kellemes élményben lesz részük. Várja őket az Ezeri utca, a Hásfa utca, a Pince utca, a Pince Sor utca és az Zrínyi utca Mór belvárosában. Zoltán, mondatok, vagy kulcsszavak? Nekem kulcsszavaim vannak most a Csabi személyével kapcsolatban. Azt mondom, hogy ez három szó igazából. Szimpatikus, stílusos egyéniség. Nehéz helyzetbe hoztatok, ugyanis volt egy-két olyan gondolat a fejemben, amit szerettem volna is beépíteni, de vagy így, vagy úgy elhangzott. Éppen ebből kifolyólag én csak egy kulcsszót tennék hozzá az imént elhangzottakhoz, és pontosan a kóstolt tétel, illetve a látványvilág, ami a tételhez a címként párosult hozzá, ez pedig a kecsesség legyen. És a sokszínűség. Tessék, kettő. Köszönjük. Nagyon szépen köszönjük még egyszer, Csabi, hogy itt voltál a Bormárkában, illetve ha már nyár, akkor kívánom azt, hogy minél többen látogassanak el, ahogy te is mondtad, nem csak hozzátok, hanem a Móri borvidékre is megéri megismerkedni és fölfedni ezeket a kis sokszínű kincseket. Így van, nagyon szépen köszönöm én is, hogy itt lettem, és bízom benne, hogy a hallgatósággal lesz lehetőségem személyesen kocintani Móron. Innen folytatjuk a Nem mindennapi mindennapival. Nem mindennapi mindennapi, avagy keressük a kategória legjobbjait. És itt vagyunk, folytatjuk, méghozzá elérkezett a Nem mindennapi mindennapi rovatunk. Nézőink lehet, hogy kicsit most csodálkoznak azon, hogy kettesben maradtunk Zoltánnal, ennek megint a fránya logisztika az oka, sajnos Csabi sietnie kellett, és ezért elengedtük, de egy ilyen kis huszárvágással már is megoldjuk a stratégiát, hiszen említettük már a beszélgetés alatt is, és megkerülhetetlen, elég, ha csak kinézünk az ablakon, vagy a hőfokon, érezzük saját magunkon, hogy itt van a nyár, és a témából kiinduló a vendéglátás borturizmus azért jóval a nehezebb lett volna most, hogy mi alapján keressünk a témához szorosan kötve borokat, de picit eltérve ettől a mondjuk úgy alapfilozófiától, de adott esetben maradtunk a nem mindennapi mindennapi küldetésénél. Most úgy gondoltuk, hogy még nem volt egyébként olyan vakkóstolónk, és most ez ide is kívánkozik, hogy csak és kizárólag rozék szerepeljenek az ötös tételsorban. Zoli, csak felvezető jelleggel, anélkül, hogy bármi konkrét infót elárulnál az ötös tételünkről, hogy és egyáltalán hol állunk most mi Magyarország a rozéborok kínálatában? Nyílik az olló? Mi a tapasztalat? Nagyon jól. Magyarországon is 10-15 éve egy kifejezetten rozé divat, rozé boom tapasztalható. Gyakorlatilag az elmúlt másfél-két évtizedben minden évben 10-15%-kal növekedett a rozé előállítás, tehát többet termeltek a termelők, és többet fogyasztottak a fogyasztók. Ez egy nemzetközi trendekbe illeszkedő tendencia Magyarországon is, tehát a világon is tapasztalható ez a rozé boom. Most azt mondják nemzetközi szakemberekkel, nemzetközi borversenyeken, én elég gyakran járok és találkozom kollégákkal,
azt mondják, azt tapasztaljuk, közösen többes szám első szemébe is mondhatom, hogy egy nagyon sikeres divathullám, egy nagy boom, ami főütött valószínűleg a csúcsára, de még az, hogy visszafelé fordult volna ez a trend, megfordult volna, azt még nem lehet tapasztalni. Tehát egy ilyen hosszú platón, ezt gondolják sokan, egy ilyen platón van a fönt a csúcson, a rozé divatja, tehát a világban is 10% körüli fogyasztási arányt képvisel, az nagyon magas egyébként a korábbi 3-4-5%-hoz képest, ma már 10-10% fölött is néhány helyen, néhány országban a rozéborok forgalmának az aránya. Tehát ez egy nagyon sikeres történet, ennek az oka egyébként valószínűleg az, hogy egy nagyon könnyen megismerhető, megszerethető bor, nagyon jól lehet ételekhez, sokféle ételhez fogyasztani. A borfogyasztásra lépő új borfogyasztó országok fogyasztói számára könnyű a választás, könnyű eligazodni az ételek és a borok párosításánál, hogyha rozét választ valaki, és nagyon, nagyon az illatosság, a gyümölcsösség, a frissesség, amik a rozét jellemzik, és ezek az ilyen karakterjegyek, amik a kezdőborfogyasztókat, a fiatalokat, a hölgyfogyasztókat megragadják. Ezek nagyon, nagyon népszerűek, az ilyen karakterborok nagyon népszerűek, ez indokolja, hogy a rozé is ilyen sikeres és ilyen népszerű lett. Magyarországon még annyi speciális, amit elmondhatok, hogy nagyon jók az adottságaink. Tehát Magyarország egy fehérboros ország alapvetően, de már vörösborban is világszínvonalon tudom minőséget produkálni, de a rozéban meg kifejezetten versenyképesek vagyunk, és a legjobb rozékat nagyon gazdag illattal, elegáns megjelenéssel, sok gyümölcs karakterrel és finom élénk savakkal, ami a szomjoltóságot, a frissességet kölcsönzi a bornak, ebben mi nagyon erősek vagyunk, nagyon gazdagok. Óriási választék van rozéból, majd erre mindjárt kitérünk, hogy nagyon nagy kihívás bőség volt. Zavara? Igen, öt bort hozunk ide a műsorban. Most rozé, és bemegyek a nagy áruházba, ugye mindennapok borát keressük, ugye ez a filozófiánk, hogy a hétköznapok borkínálatát keressük, mindig abban kutakodjunk, abban keressünk, és azokból ajánljunk jó árértékarányú borokat, és bemegyek egy nagy áruházba, egy nagyon nagy áruházba voltam egyébként, és végignéztem, és körülbelül 120 féle rozét lehetett kapni. Na most 120-ból kiválasztani 5-öt. És tegyük hozzá, ez a 120 féle, ez mind hazai. Igen, a külföldeket nem is számoltam bele. Még ezen felül volt valamennyi, nem sok egyébként. Hála Istennek az importbor nem számott elő Magyarországon, hála annak a nagyon patrióták a magyar borfogyasztók. Tehát 120, legalább 120 rozé volt, úgyhogy most úgy válogattuk, akkor ezt el is mondom. Igen, ez legyen egy ilyen kis megalapozzuk. Hogy úgy válogattam ki az öt bort, hogy mindenképp összehasonlítható legyen, tehát árat néztem, és most nagyon szűkre vettük az árrést, ahol kerestem a borokat. Nyilván ne a legolcsóbb, nem a legdrágábbak. Egyébként rozék 6-700 forinttól már kifejezetten elfogadható rozékat láttam, és 3000-3500 forinttal bezárólag van a szórás, és most úgy kerestem, hogy 1100 és 1400 forint között. Tehát mérlegnyelve. Hát azért az átlag borfogyasztás az 1000 és 2000 forint közötti árkategóriát kedveli, tehát abban van a legnagyobb forgalom, ezért ezt a szűkrevett keretet kerestem a boroknál, és nyilván 5 rozé, 5 különböző borvidék, 3 nagy vörösboros borvidékünk van, ahol nyilván a rozék meghatározóak, Eger, Szekszárd és Villány. A kunsági borvidék, az Alföld ugye nagyon, a legnagyobb magyar borvidék, és nagyon jók illatos borban. Hallgatóink emlékezhetnek talán a második adásunkban, igen, amikor egyszerű. Ifjabb Szentpéteri Attila itt járt nálunk, és akkor pont az ő Nero rozéját kóstoltuk. Bizonyan. Tehát lesz egy kunsági is, és akkor még egy áralapja, egy mátrai rozénk lesz, úgyhogy így válogattam, és most ezt fogjuk, én sem tudom, milyen sorrendben kaptuk itt a kitöltéskor. A stratégián nem változtattunk. Így van, úgyhogy meglátjuk, én is kíváncsi vagyok, hogy mit mutatnak ezek a borok. Tehát nagyon baráti áron, 5 borvidékről nagyon azonos áru rozékat fogunk most majd mustrálni. És további csak adalék információ, hogy maradva értelemszerűen természetesen a rozéknél a frissesség az egy vezető erő. 2022-es tétel? Így van fontos, az évjelet is ugyanaz, mint 2022-es. Jó, hát akkor kalandozásra fel, most saját magunknak kezdjük. Mondom ezt elsősorban. Már azt láthatják, hiszen a kamerák segítik a nézőinket abban, hogy
három tétel a poharainkba kikerült, a másik kettő az még kicsit pihen, de majd ők is, nekik is eljön az idejük, de addig még azért haladjunk szépen sorba. Az elsővel kezdünk el ismerkedni, barátkozni. Én megint csak kicsit már-már, ezt Gábor mondta nekem a múlt héten adáson kívül, hogy Márk, te nagyon a színre ráutazol, és néha utaltam én magam is az adásban. Hogy ne, nagyon fontos. Itt már, amit nem akarok összehasonlítani, de akarva, akaratlan, ahogy ránézek a három pohárra egymás mellett, jelentős színkülönbségeket tapasztalok. Igen, a rozénál azt tudni kell, hogy nagyon sokféle árnyalat és nagyon sok színmélység is jelen van a piacon, ezért azt mondják szakemberek, azt tartjuk, hogy a rozé színénél legyünk toleránsak, fogadjuk-e, hogy sokféle van a piacon, keresse, válassza mindenki, ami neki tetszik, de fogadjuk el, hogy a kínálatban az egész világostól a mély színtónusig minden megtalálható, és a sokféle színből az őszi barack, a kajszi, a lazac, a korall, a málna szín, a cseresznye szín, ezek mind-mind klasszikus rozészínek, ezek be kell gondolkodni, amikor megnézzük. Hát az első bor nekem a pohárban egy nagyon szép, egy világos málna szín, egy nagyon pici kis lilás árnyalat is található benne. Ez egy elegáns, szép, nem a legvilágosabb árnyalat, egy szép színű, egy klasszikus rozé világos málna színnel. És illatban társulnak azok hozzá, ami én például adott esetben keresek is egy jó rozéban. Ez a kis gyümölcsösség. Igen, tiszta illat. Harcolok azt, hogy beazonosítsam, hogy milyen gyümölcsök. Nekem ilyen cseresznyés, inkább nem annyira a málna vagy eper jön, mint amit sokszor érzünk a rozékban, ebben nekem inkább ilyen cseresznyés íz vagy illat, amit én felfedezek benne. Az illat egyébként közepesen intenzív, tehát nem a nagyon intenzív, ennél lehetne intenzívebb az illata, de azt gondolom, egy nagyon jó, tiszta illatú, kellemes ilyen cseresznyés, piros gyümölcsös illata van. Ízben élénk savak találhatók benne, érződik, hogy rozébor, mert kis fanyasság is van benne, ugye a kékszőlőnek a hiából a kis tanninok, egy kis cserzőnyeg is oldódik, tehát enyhe pirom fanyasság is van benne. A jó savak adnak egy frissességet, üdességet a bornak. Illatban nekem átlagos, tehát nem tartom illatban átlag fölöttinek. Ízben a teltsége, a hosszúsága az egy picit átlag fölötti, tehát most a pontszámokat is szoktuk mondani. Bizony. Én ennek most egy ilyen 82 pontot gondolok, egy tehát ott a érem határ. Ezt akartam mondani, nem magaslik ki éppen annyira, hogy nem. Már érem, de a igen, közelében igen, van. Így van, így van. Egy átlagos, annak egy jó átlagos rozénak gondolom. Na most említetted azt a kis bevezető részben adalék információ jelleggel, amikor szó volt arról, hogy beszabadultál egy nagyobb áruházba, és a kínálat az bőséges volt, és hogy a különböző borvidékről származik az ötösünk. Te, mint tapasztalt borkóstoló, borbíráló, és most a vinnagórai énedet kérlek hívd elő. Ennyi év után mennyiben érzed azt, hogy a rozék esetében most azzal a háttérinformációval, hogy öt különböző borvidék, hogy van egy sejtésed annak kapcsán, hogy az imént véleményezett bor melyik borvidékhez köthető? Van? Hát, ha nagyon gondolkodnék rajta, hogy akkor... Ez azért akkor nem, hát most különböző, hogy tudom, hogy melyik az öt borvidék, akkor van ötletem, de megmondom őszintén, hogy azért nem foglalkozok ezzel, mert épp a borbíráló énem szoktatott rá, és nevel arra, hogy az ember ne foglalkozzon azzal, hogy na, kinek a bora, honnan jöhet, milyen fajta, milyen borvidék. Mert az már befolyásol. Mert az befolyásol esetleg, tehát próbáljam önmagában nézni, az értékeit megtalálni a bornak, mennyire finom, mennyire harmonikus, és csak akkor foglalkozom esetleg azzal, hogy mégis honnan, mely inkis akkor is a borvidékben gondolkodom, nem a termelő személyében, akkor foglalkozom, hogyha valami érdekeset, valami kicsit szokatlan találok, mert akkor fölmerül bennem, vagy fölteszem magamnak a kérdés, hogyha kicsit szokatlan, nem egyértelmű az értékítéletem a borral kapcsolatban, akkor megvizsgálom annak a lehetőségét, hogy jöhetette valami olyan területről, olyan termőhelyről, ahol speciális
óriási különleges adottságok vannak, eltérő karakter, eltérő íz, illat, amitől egy bor furcsa vagy szokatlan. És akkor megpróbálok, ha ilyen fölmered, akkor megpróbálok belehelyezkedni egy ilyen helyzetbe, és így bírálni a bort, így értékelni. Említetted az egyes tételünknél maradva még egy gondolat erejéig, hogy ez érem közeli. Most a mai adásunk témájához mégiscsak egy kérdés erejéig visszakanyarodva. Szerinted ez lehet egy jó vendégváró ilyenkor? Június végén vagyunk, jó formán. Lehet, ahhoz képest egy picit ez teltebb, tehát vastagabbnak érzem, ezt értéknek gondolom, tehát ez hozzátesz az értékéhez a bornak, viszont a fogyasztás, a kóstolás alkalmát olyan módon picit beszűkít, hogy egy welcome-nak, egy nagy első köszöntő italnak egy könnyedebbet, egy frissebbet, egy még lezserebbet, kicsit szénsavasabbat gondolnék. Tehát hogyha mondjuk valaki egy olyan témára akarja egy családi, baráti körben mondjuk most fölfűzni egy ilyen hasonló játékot, mint amit most mi követünk el itt adásban, akkor talán az a szerencsésebb, hogyha házigazdaként, aki mondjuk ezt kialakítja a sorrendet, őt kicsit későbbre teszi. Igen, igen, egy könnyedebb rozéval kéne kezdeni, itt a savak is egyébként olyanok, hogy azért markáns savak vannak ebben a borban, hamarabb megijezik az ember, tehát hogyha még a házigazda vacsorát nem tálalja csak egy óra múlva a vendégek érkezését követően, vagy két óra múlva, akkor ne ezzel a borral kezdjük, mert túl hamar fognak megéhezni, és türelmetlenkedni fognak a vendégeink. És ezt nem tudom, de egy jó kis praktikus szempont is volt, amit érdemes figyelembe venni, akár egy ilyen mondjuk úgy játék esetében is. Inkább picit szelídebb savakkal, könnyedebb, picit egyszerűbb rozéval érdemes indítani. Na hát, hogy mennyire lesz egyszerű vagy nem a második tételünk, azt pillanatokon belül megtudjuk, vagy legalábbis közelebb fogunk kerülni a valósághoz. Igen, ez egy mély korall színű rozé, egy pici barnás árnyalat is fölföltűnik benne. Ez egy kicsit megosztóbb szín szerintem már. Egyetértek. Mert a pici barnás árnyalat az beleférek, én mondom, tehát ezt egy versenyesre pontoznám le. Tehát nekem sem tetszik annyira, de nem pontozom le, nem pontoznám le, mert igenis van olyan fajta, van olyan táj, ahol ilyen rozék készülnek rendszeresen. Tehát ez a rozé színpalettájában megtalálja helyet. Abszolút, igen, mondom, egy mély koralszínű. De ritkább pici, azért, ugye? Picit ritkább, igen, de létikus újsága van ennek is. Na hát itt az illattal azért nyilván igyekszem objektíven, de mégis picit visszafogottan olykor-olykor fogalmazni, nekem kevésbé volt invitáló az illata. Tehát nem volt az a benyomás, mint az első esetében, hogy az illat után rögtön kívántam, hogy megkóstoljam. Igen, ez még zártabb illatú, tehát kevésbé intenzív az illat, így is mondhatom, és fedettebb az illat, az a gyümölcsösség, amit az előzőben azt mondtunk, hogy egy átlagos gyümölcs cseresznyés jelleg, ebben még ennyi sincs, ebben ez egy szerény illat, zárt, szerény illatú, kevésbé gyümölcsös, sőt, egy nagyon pici kis füllettséget is én ebben vélek felfedezni. Ez lehet, hogy amíg szellőztetjük, megforgatjuk a pohárban a bort, akkor ez mérséklődik el, múlik, de ez egy ilyen kén alapú vegyület, ami ilyenkor vegyület csoport, aminek az illatát, szagát lehet érezni ilyenkor. Nagyon picit ebben a borban egy ilyen befüllett, picit kénes illat felfedezhető. Ez egy határértéken van, tehát nem tekintem nagy hibának, de azért föl lehet ismerni. Tehát ez inkább levon belőle. Ez most nekem így az összbenyomásában savai megvannak, élénkek, utóíze nem olyan, messze nem olyan hosszú, mint az előző, annak kifejezetten szép hosszú utóíze volt. Igen, ennek meglehetősen rövid a lecsengése. Igen, ennek a tartósága is kisebb, kevésbé tartós az íze, tehát ez egy picit átlag alatti, ez nekem csak egy 78-79 pontot gondolok ennek a bornak. És ha már belépő bor az ő esetében, csak hogy vigyük végig ezt a szállat valamennyire. Ez lehet a kóstolás elején, ennél a következő jobb lesz. Tehát ez egy olyan kuriózum, igen. Hogy ilyen is van. Igen, helye van a piacon. Na, meglátjuk majd az öt relációjában, mit mutat. Igen, majd ez a bor. Hát akkor harmadik tételünkre kanyarodjunk rá. Igen, ez egy, a három közül ez a legvilágosabb, világosabb, és ennek egy ilyen hagymahéj színe van,
kajszi, ebben is egy pici sárgásság van, és világos, piros, egy kajsz, ugye a kajszi bogyónok, amikor ilyen rózsaszínre szintén, ilyen bőrhegyes, és azt a színt vélem ebben felfedezni, tehát ilyen kajszi színű. Szép. Nagyon, nagyon szép, elegáns, meg egy csillogó szép a bor. Majd, hogy nem azt mondom, hogy vibráló a színe. Nekem tetszik. És az illat is. Tehát itt kicsit érzem azt, mint az elsőnél, hogy megvan ez a behúz. Igen, ennek is az elsőhöz hasonlóan intenzív az illata, de ez sem kiemelkedő illatintenzitás, tehát arról beszéltük, arról a Nero Rosé-ról, milyen intenzív, az egyetlen volt, ilyen szempont, az intenzitás szempontjából. Ez is egy közepesen intenzív, de jó, tiszta illatú, a gyümölcsösség egy kis virágillattal párosulva jelenik meg benne. Az íze, nekem az íze jobb, mint az illata. Tehát ízben érdekes, hogy többet kapunk a bortól. Egy szép savtartalma, de van egy jó teltsége a bornak. Nem lehetetlen, hogy van benne pár gram cukor, egy-két gram cukrot is, mint hogyha én éreznék benne, ami kerekebbé teszi, hosszabbá teszi az ízeket. Ez köszöntésre, tehát egy program elején welcome bornak is, de étkezéshez is teljesen jó. És van egy ilyen nagyon szép minőségi savtartalma, ami harmonikus, finom, nem bántó, de mégis élénk savtartalmat jelent, ami alkalmasá tesz, hogy leüljünk beszélgetni mellette. Igen. Tehát ez nem csak étkezés, ez egy ilyen nagyon, nagyon univerzális, igen, univerzális felhasználhatóságot jelent, úgyhogy itt az illat az, ami nekem szerényebb egy picit, ízben sokkal jobb és többet is kapunk a bortól. Tehát a színíz az megvan, így van, úgyhogy nekem most egy ilyen 84 pontot gondolok adni, ez egy kis ezüstérem már akár. Megragadok egy szónál, amit említettél, is tetszett, mert szeretem azt, amikor a saját elképzelésem kiegészül azzal, amit egy szakember is mond a kóstolt tételről, hogy ez egy jó beszélgetős bor. Most, amikor ez az adás műsorba kerül, június 30-át írunk, tehát a hónap vége, pont mi zárjuk a hónapot, de mi is nyitottuk egyébként, hogyha itt most visszapörgetem. Jó, annyi kis füllentés van benne, hogy június 1-e csütörtök volt, az adásunk másodikán volt, de a kettő között ott volt a Rozália Fesztivál. És ha már itt rozékat kóstolunk, Zoli, akkor kicsit összegezve, lezárva az idei tapasztalatokat, benyomásokat, most így ránézek a kis kalendáriumunkra, itt virtuálisan természetesen. Pont ma 3 hete, hogy megnyitotta a kapuit az idei Rozália Fesztivál a Városligetben. El is telt annyi idő, hogy leülepedjenek a megélt élmények, tapasztalatok, hogy vélelmezem, hogy eltelt legalábbis jócskán annyi idő, hogy közelebb legyél egy kikristályozódott állapothoz. Igen, elég távolságban már, de az első benyomások, amik a rendezvényt rögtön követően megjelentek bennem, meg kialakultak, azok nem változtak most a három hét elteltével sem. Egy nagyon szép rendezvény valósult meg, és amit a mai téma fölvázolásakor beszéltünk, hogy a rozé egy ilyen platón, a csúcson, ott trónoló bor különlegesség és bor, amit nagyon sokan szeretnek. Ezt a Rozália Fesztivál is megerősítette, tehát nagyon szép számmal jöttek. Az időjárás nem volt annyira kegyes. Szeszélyes volt. Szeszélyes volt nagyon. Éppen a Városligetben nem volt nagy probléma, tehát két alkalommal volt rövid eső, ami aztán nagy zavart nem okozott, de azért az időjárás szeszélyessége nyilván sokakat eltántorította a szabadtéri programoktól, tehát nem is választottak, nem tervezték a látogatását a fesztiválunknak, de aki ott volt, azt gondolom mindenki nagyon jól érezte magát, nagyon szép, a minden idők legszebb rozáliáját szerveztük szerintem, nagyon, nagyon szép volt, jó kínálattal, nagyszerű borokkal, nagyszerű ételekkel, nagyon jó közönséggel, sok kiegészítő programmal, nagy öröm volt, hogy nagyon sok családos fiatal is jött, tehát nagyon sok fiatal vendégünk volt, ez öröm a borkultúrának, ez nagyon nagy dolog, sok kutyás család, kutya kedvelő személy, sőt, ilyen programunk is volt egyébként, ez nagyon sikeres eleme volt a fesztiválnak, és ami külön öröm a Rozáliával kapcsolatban, hogy
hogy a Városligetbe, amióta ott vagyunk, ugye a beruházások, nagy léptékű beruházások meg is valósultak már a Városligetben, egy olyan kulturális beruházás, ami fantasztikus és egy gyönyörű értékadó, és mi egy olyan rendezvényként pozícionáljuk magunkat ott, hogy azt a jövőbeli kulturális teret, amit a Liget megcélzott, annak mi legyünk egy emblematikus rendezvénye, és ebbe az irányba is nagyon jól léptünk előre, hogy tényleg egy olyan igényes, olyan jó színpadi produkciókkal, filmvetítéssel, egyéb programokkal, olyan vendégkörrel valósult meg, ami egy igazi kulturális program. És tulajdonképpen, ha itt a borfogyasztásról beszélünk, egy néhány adásunkban ez fölismerült. Most legutóbb épp, amikor Diós Mátéval beszélgettünk, ő említette azt, hogy gondoljunk abba bele, akár a könnyedebb fehérek vagy a rozék esetében, hogy a mai 20-as éveiben járó fiatal hölgyek, urak, akik rendszerint ezt az irányt preferálják, X év elteltével őket tudjuk behúzni, mint ahogy ő fogalmazott, abba, hogy már a komolyabb tételek irányába is elmozduljanak. És a Rozália ennek nagyon jó házigazdája ennek a folyamatnak. Igen, tehát elsősorban nyilván a megcélzott kör, fogyasztói kör, ezek a fiatalok, fiatal családosok, fiatal lányok, asszonyok, fiatal emberek, és valóban a mai fiatal generáció, akik Irsoly Olivért, cserszegi fűszerest és rozéborokat fogyasztanak nagy előszeretettel, 10-15 év múlva Rajner Riesling kóstolók lesznek, meg érvelt olasz Rieslinget fognak, meg nagy furmintokat fognak kóstolni, úgyhogy meg a nagy vörösboroknak lesznek a tisztelői, ez így van rendjén, tehát ahogy korosodik az ember, bölcsebbé válik, és úgy fog egyre jobb és egyre összetettebb, komplexebb borokat fogyasztani és szeretni. Na de a Rozáliáról vissza a rozékhoz. A negyedik és az ötös számú versenyzőnk a poharainkban közben. És megint összevetve, mert hát kettő egymás mellett az asztalon, itt azért színben már nem vélek felfedezni olyan jelentős eltérést. Igen, mind a kettő mélyebb karakterű, megint a egy intenzív koralszín, ami jellemzi, tehát egy pirosas terrakottás árnyalat, amit találunk a pohárban. Tetszetős, szép, egy picit mélyebb. A magyar rozé iskola, a magyar rozé fogyasztói megítélés a világosabb rozékat preferálja. Tehát itt a most a mai válogatásból az ötből szinte négy, ami kicsit mélyebb színű, igen, tehát ilyen szempontból ezek nem átlagosak. Tehát a magyar rozépiacon a világosabb rozék vannak többségben. Most ilyen szempontból ez nem reprezentatív, vagy nem mutatja azt, amit a többség képvisel. De hát most már ugye megosztottam a hallgatókkal, más szempontok voltak. Árban próbáltam nagyon közel álló borokat keresni, és öt borvidéken mindezt megtalálni. Úgyhogy így jött ki az öt bor. De hát szagoljunk bele, nézzük meg akkor a következőt, a négyes számot. Nekem még közben jött egy... Hát nevezzük akár viszonylag laikus kérdésnek, de vállalom, ha már itt maradtunk annál, hogy hányból hány húz egy irányba színben, lehet ilyenfajta kategóriát akár fogyasztói szemszögből kialakítani, keresni, hogy akkor a rozénak bizonyos színárnyalata inkább egyik-másik borvidéken gyakoribb? Lehet, mondhatjuk azt, hogy ott, ahol sok vörösbort készítenek, ahol a vörösbor nagyon otthon érzi magát, ott ugye azok a borvidékek, ahol szép mély színűek a vörösborok. Ott a szőlők, a kék szőlők sok színanyagot is termelnek, és ott a rozébor készítés ben is helye van akkor a több színnek, és azt gondolom, hogy azok a vörösboros borvidékeink, ahol inkább mélyebb színűek a rozék, míg azok a borvidékeink, ahol nem annyira vörösbor az elterjedt, nem annak a készítése a meghatározó, ott inkább a világosabb rozék készülnek, tehát egy kunsági borvidéken, vagy a Balaton felvidéken, vagy a mai vendégünk Mór, nagyszerű rozékat készítenek a Móri borvidéken is, tehát egyébként szinte minden magyar borvidéken készítenek rozébort, ott, ahol van kék szőlő, ott már mindenütt készül rozébort, tehát nagyon nagy a választék, hogy említettem, 120 volt legalább. És a kérdés, hogy ezen a
spektrumon a négyes tételünk hol helyezkedik el. Ízben az első korty nekem, lehet láttad is az arcon, hogy fölvillant a szemeim, de aztán ahogy lenyeltem, az utó, a lecsengés az nem jött ugyanez a kis frissesség, lendületesség, amit elsőre véltem fölfedezni. Igen, ez is egy picit egyszerűbb illatban, egy átlagos illatot érzünk, ebben is egy pici gyümölcs, egy kis virágillat felfedezhető, de nagyon diszkréten, visszafogottan egy normál jóbor illatot érzünk, kevesebb gyümölcsösséggel, és ízben pedig kellően tel, de nem egy hosszú bor, a savai finomak, ha bár lehetne akár élénkebb is, tehát én inkább egy lágyabb, kicsit lágyabb karakterűnek érzem, és nem érzem eléggé frissnek. Tehát ami most ebben nekem hiányérzet ebben a borban, hogy az üdesség, a frissesség. Ami egy rozénak a belejárója. Amit egy ilyen klasszikus fiatalos rozétól várunk, az hiányzik belőle. Úgyhogy ez megint csak nekem az a 78 pontos kategória. Tehát úgy, hogy a kettes számú. Igen, így van. Ez nem, nincs hibája, tehát nem semmi gond vele. Átlagos bor, egy egyszerűbb átlagos rozébor. Ez picit így lomhább rozé? Igen, ezt a szót én is szeretem használni a borra, hogy lustább, lomhább, nem azon élénk, nem virgonc, nem élénksavú, hanem inkább egy picit ilyen lustább, megállósabb bor. Na hát, hogy mennyire az, vagy éppen aktívabb az ötös számú versenyzőnk, azt megint csak néhány pillanaton belül megtudhatjuk. Ez is kajszis, mély, intenzív kajszis szín, ebben több a piros, mint az előzőben talán, meg a sárgás árnyalat. Ez is egy mélyebb, a megszokott vagy a magyar ízlésnél picit tán mélyebb szín, de egy elfogadható árnyalat, jól néz ki, tehát rendben van a megjelenése, csillogó, szép, tükrös. A pohárban megforgatva a glicerin gyűrűje is kicsit több, tehát egy kicsit testesebb bort ígér, ha majd megkóstoljuk, meglátjuk. Figula Misi után szabadon jól megtekertem az imént, és aztán beleillatoltam, hát egy ilyen gyümölcs bum lepte el az orromat. A szó legjobb értelmében mondom ezt. Igen, csatlakozom hozzád. Még mindig nem tekintem az igazán intenzív rozé illatúnak ezt a bort, tehát nem kiemelkedő, nem átlag fölötti az intenzitása az illatnak, viszont finom. Tehát egy kellően összetett, igen, több rétegű illata van, elég jó gyümölcsös aromákat vérek felfedezni. Elképzelhető, hogy ez egy házasítás, Zoli? Hát legtöbb házasítás, illetve a kékfrankos fajta, amit a rozéból készítéshez nagyon előszeretettel használnak föl a borászok, meg hát a kékfrankos, mint kék szőlőfajta a legelterjedtebb. Tehát azért is készül sok rozé a kékfrankosban, mert sok helyen termesztenek kékfrankost, de egyébként azért is, és ez valóban így van szakmailag, mert nagyon elegáns rozéborokat ad a kékfrankos fajta, nagyon jó. Én provanszi borkészítőkkel, rozéborkészítőkkel is volt szerencsém találkozni, beszélgetni, és ott van egy rozé kutatóintézet is Provence-ban, a déli francia borvidéken, és ott nagyon komolyan vizsgálják a kékfrankos fajtát, mint rozé alapanyagot, és nagyon tetszik nekik, úgyhogy vigyáznunk olyan, hogy túlzottan megtetszen a franciáknak, ami kékfrankos borunk rozé alapanyagként. Ez a bor egyébként nagyon adja, sőt ízben megint többet ad szerintem, mint illatban, mert illatban picit visszafogott. Ízben a megjelenése is ígérte, a mozgása, a tánca, a pohárban, a lendületessége, hogy meg az a glicerin gyűrű, ezek a bor koronája, ez így is szokás mondani. Ide ígérte egy teltebb íz, ez érződik benne, tehát egy szép élénk savakkal, teltebb, tiszta ízekkel, hosszú útú ízzel, finom savakkal. Ez egy gasztronómiai rozé számomra is, tehát ez nagyon jól lehet ételeket kínálni, és azt hiszem, hogy ez már az a kategória, az a teltség, hogy most például egy nyáron a szabad tűzi ételeket, tehát a grillezést is például nagyon el tudnám képzelni, mert van annyira gazdag ez a bor, olyan sokrétegű, olyan gazdag ízben, olyan teltségben, a jó savakkal, hogy egy roston sült húshoz bármilyen kategóriában szívesen ajánlanám.
mondanám, úgyhogy nem elnézést a hallgatóktól, akik éhesek most esetleg, de, de ez valóban egy nagyon, nagyon jól, jól illeszhető rostonsütő ételekhez nagyon, nagyon szép rozébor. Egyébként mivel, hogyha a YouTube-os változatra gondolunk, és már pedig ez most ott tekinthető meg, ha valaki premierben nézi, akkor most gyorsan szünetre kattint, és elkezd vacsorázni, az is könnyen elképzelhető. Igen, jó étvágyat kívánunk. Kérdőjel még az, hogy pontokban ez az ötös számú versenyzőnk mit mond majd nekünk? Hát én ennek adok most, ennek 85 pontot adok. Tehát egy picivel ezt helyezem legelőre most a YouTube-or közül. Egy picit jobb, mint a hármas tétel nekem. Megint csak azt tudom mondani, hogy nekem ez külön öröm, amikor találkozik az én ízvilágom a szakértelemmel. Ne menjünk el szó nélkül a vinnagóra mellett. A rozék világa, beszéltünk arról, hogy ez folyamatosan feltörekvő teret hódított magának. Ha visszapörgetjük az időkerekét, teszem azt az elmúlt 5-10 évben, ugyanez a trend lekövethető volt a Vinnagóra nemzetközi borverseny esetében is? Hogy abszolút, látjátok? Abszolút, tehát ott nagyon egyszerű a statisztika, megnézzük, hogy a nevezett borok hány százaléka fehér bor, mennyi a vörös bor, mennyi a habzó bor, tehát pezsgő vagy gyöngyöző bor, és hány százaléka rozébor. És bizony a rozébor az most az elmúlt évek, az elmúlt 10 évben 10-15% közötti arány mutatott föl. Tehát kifejezetten nagyszámú rozéval lehet találkozni a Vinagórán. És hát amiatt is, hogy Magyarországon is valóban ez a kultusza nagy, és nagyon jók vagyunk rozéban, tehát jó minőséget produkálnak a magyar termelők, tehát szívesen küldik megmérettetésre is a boraikat, mert nemzetközi összevetésben is sikeresek a magyar rozék. Tehát ugye említettem ezt a provanci szakmai kapcsolatot, ott Cannes-ban van nagy hagyománnyal, az utóbbi évtizedekben 20 éve szerveznek ott nemzetközi rozé versenyt, és a magyar rozék azok szinte mindig a nevezési arányt meghaladóan szereznek érmet. Tehát ez is mutatja, hogy Magyarország a rozébor minőségében nagyon, nagyon jól áll, nagyon, nagyon jó pozíciónk van, nagyon jó klimatikus szakmai fajta beleadottságaink vannak, hogy ebben a versenyben, a borvilágversenyben, a rozé kategóriában jól szerepeljünk. Mézes madzagot kellően elhúztuk, közben itt a technikai részlegen az asztalon a versenyzőink felsorakoztak előttem, és elérkezett a doppergés pillanata, lerántjuk a leplet, a zsákokból kiszabadulnak nem a szellemek, hanem a borok. Pörgetjük vissza az adásunkban az időkerekét az első kóstolt tételünkhöz. Erre mondtuk azt, hogy lényegében itt most nézegetek a jegyzeteim kapcsán, hogy talán nem egy belépő, hanem kicsit későbbre helyeztük. Na lássuk akkor, mi az, amit célszerűbb későbbre helyeznünk, és jó irányba szabadítom a kamera irányába az első számú tételünket. Egy mátrai rozébor, kék frankos rozé a Szabó pincészettől, és mint mindegyik, ez is 2022-es évjáratú. Jön a kettes, na hát itt volt az, hogy kicsit behúztuk a féket, lássuk, hogy mi miatt, vagy mi ki okozta a meglepetést nekünk, forgatom a címkét. Szexárdról érkezett ez a bor, Fruska rozénak hívják, Fruska rozé, és a Schieber pincészet terméke, nem szerepelt annyira jó. Azt próbáltam így az emlékeimbe fölpörgetni, hogy miféle házasítás lehet vajon ő. Ez nem derült ki, és most puskázom, a címke info alapján sem derül sem ki egy egyébként. Küvé, igen. Igen, egy érdekes, izgalmas. Igen, a fantázia név is azt mutatja, hogy valószínűleg házasított, több fajtából házasított bor. Igen. Jöjjön a hármas számú leleplezésünk. Óvatosan. Itt. Na, ez nagyon jó szerepelt, ugye? Igen. És az Egri borvidék, azaz felső magyarországi, tehát nem borvidéki besorolású, ez a konkrét bor, de az, hogy az Egri borvidéken egzisztál a pincészet, az ostoros bor, az ostorosi borászatnak a terméke, Csipke rozé, ez is fantázia név, Csipke rozé, egyébként a palackján egy szép csipke veret a dekoráció, szép áttetsző, adja érvényesülni a bor színét. Igen. Ez volt a legvilágosabb, legelegánsabb színű bor, és a szép élénk savaival egy ezüstérmes értékelés kapott, ezt mindenképpen dicsértük, ezt a bort. Igen, én ahogy ránéztem most így egy pillantás elég a saját jegyzeteimre,
majd, hogy nem megkockáztatom, igen, sőt a pontok alapján nem csak, hogy megkockáztatom, igen, bátran állíthatom, hogy a, erősen a mérleg nyelve, sőt. Igen, ajánlott lesz, szinte biztos, igen, itt igen, de még előtte van még kettő, szabaduljon ki a négyes számú versenyzőnk. A négyes, újra klasszikus vörösboros borvidékre érkeztünk ezzel a borral, a Villányi Borvidék rozé küvébora ez, amit kóstoltunk, és a Csányi Pincészetnek a Teleki családba sorolt rozébora, szintén 2022-es, ez a négyes számú borunk. Csak hogy közben én egy hidat képezzek a mai második felvonásnak elkeresztelt műsor és a múlt heti első között. Ott is szerepelt egy Csányi Pincészettől, hogyha emlékeznek a nézőink, egy olasz Riesling, és az volt az egyik, amit nagyon jó szívvel ajánlottunk. Tehát úgy látszik, hogy ez a Teleki széria, ez egészen, legalábbis fehérben mindenképp jól hozza a formáját. Lehet, hogy rozéban van, az volt azért pici eltérés, főleg, hogyha a pontszámokra nézek, de mindenképpen érdekes. Igen, kuriózum. Picit itt ez a vörösborosság, a borvidék egy mediterrán klímájú borvidék, és hát itt talán nehezebb azt a frissességet, gyümölcsességet, amit ebben a kategóriában keresünk megteremteni. Lehet, hogy ez is a magyarázata, hogy ebben maradt el ez a bor kicsit a versenytársakhoz képest. Na és akkor hát a kóstolási sorrendben az ötödik volt, de az értékelésünk vagy a szerény véleményünk alapján nagyon egybecsengett mindkettőnk meglátása, hogy azért őt nagyon szerettük, és akkor kiszabadul a szellem a palackból. Igen, és hát nem lepődök meg. A kunsági borvidék emblematikus termelője, Fritman pincésze, Fritman János név szerint. Az ő 2022-es kékfrankos rozéja lett itt az ötödik a sorban, amit picit egyébként a színe megcáfol engem, mert én azt mondtam, hogy a kunsági borvidéke világosabb. Ez most pont nem. Ez pont nem. Így készült viszont az, hogy nagyon gazdag, szép, hibátlan és gazdag, sokrétegű rozébor, az mindenképpen érdem, és hát nagyon pozitív, és nagyon jó szerepelt nekem, ő kapta, ez a bor kapta a legmagasabb pontot tőle. Szándékosan hagytam még belőle kicsit a poharamba, hogy akkor így méltó mód föltegyük az íre a pontot. Hát kiegészítjük a korábbi értékelésünket, illetve az adott pontokat, még van a harmadik puzzle darab, ez pedig az ár, a bizonyos ár továbbra is, ez a tollig van mozgolódva. Igen, és hát most itt, hogy ezt próbáltam ecsetelni az előzőekben is, hogy mire annyira nagy a választék, ezért, hogy összehasonlíthatók legyenek valamilyen szempont alapján mégiscsak a borok, ezért nagyon közeli árakban kerestem az öt bort. Itt egyébként egész pontosan forint fillérre 1199 forint volt a legolcsóbb bor a sorban, és a legdrágább 1399 forint volt, tehát tényleg ezek szinte egy áron kaphatók ugyanabban az áruházban ezek a borok, ezért ezeknek a minőségét így összevetni szerintem teljesen, igen, logikus, meg objektív, és hát most azt mondom, hogy ebből az én pontozásom alapján, az én véleményem, szakmai véleményem alapján az Ostoros és a Fritman Pincészet kunsági borvidék rozéja, amit én kifejezetten árérték arányban tudok a hallgatóknak ajánlani. A több is korrekt volt, de az ajánlást így árérték arányban erre a kettőre teszem. Itt az árban, mivel nincs igazából különbség, ezért itt most az ajánlás kifejezetten a minőségre alapul, hiszen az árban nagyon hasonlóak. Még elmondom egyébként ezt segítségül a hallgatóknak, hogy tényleg nagyon nagy a választék a rozéban, tessék bátran próbálgatni. Szerencsére rozét lehet nap, mint nap, és nagyon sok alkalomra választani és fogyasztani, tehát én nagyon tanácsolom, ajánlom azt az örömet, azt az élményt is a hallgatóknak, hogy próbálgassanak többfajta rozét. Láthatóan tényleg 600-800 forinttól 2000 forintig lehet 80 féle rozét is kapni az áruházakban. Tessék kutakodni, nézni, ismerkedni, és ez egy olyan játék, amit minden évben meg lehet ismételni, mert az idei évjárat ad egy preferenciát, ad egy olyan minőségi sort minden ízlésnek megfelelően, tehát mindenki számára személyesen, amit az idei évben érdemes figyelembe venni, és jövőre újra lehet kezdeni a játékot, majd a
a jövő szezonban, újra megnézni azt a nagy kínálatot, amivel a magyar borászok megjelennek a rozéboraikkal. Igen, a rozénak talán ez az egyik különlegessége a fehérekkel, vörösekkel, aztán meg végképp, hogy minden évben más-más arcát vagy arcukat mutatják meg adott esetben. Jó, a nem mindennapi, mindennapi rovatunkat lezárva, ez volt tehát a mai ötös rozé sorunk, és ebből tehát akkor még egyszer kimagaslott az értékelésünk alapján az ostoros bor csipke rozéja, valamint a Fritman kék frankos rozéja. Nem feltétlenül sorrendben mondtam ezt most. A kettőt ajánljuk. Ezeket még jobb szívvel, de a többivel is, ahogy Zoli is megfogalmazta, érdemes és lehet kísérletezni, mikor, ha nem most, nyár kellős közepén. Itt a szezon, akár simán ilyen egyszerű szóval élve, vagy pedig miért is ne, fröccsben gondolkodva. És ha már fröccs, kedves nézőink, hallgatóink, egy ilyen kis megint doppergés kívánkozna ide, annyit kedvcsinálót azért most megejtenénk a műsor végéhez közeledve, hogy már beért a gondolat, amivel a korábbi hetekben játszadoztunk, és ha júliust meg akarjuk valamilyen formában nyitni, már pedig a három hónapból a július a nyár kellős közepe, akkor úgy döntöttünk, Zoli, hogy... Fröccsnek való borokat fogunk kóstolni, és erről beszélgetünk, és nagyon izgalmas a körítés, mert egy olyan közösségi márkát képviselő borásszal beszélünk, a Neszmély borvidék, hashtag Neszmély borcsaládját alapul véve. Ennek a közösségi márkának a képviseletében jön a meghívott vendégünk, nem mondom el még, hogy kicsoda, és vele fogunk beszélni a közösségi bormárkákról, ezen belül is a Neszmélyi közösségi bormárkáról, aminek lényege, hogy populáris, sokak által kedvelt, könnyen elérhető, könnyen megszerethető borokat próbálnak ilyenkor készíteni. Ezeket kóstoljuk meg, és ezek ugye egy Neszmélyi borvidék esetében fröccsnek is jók, fröccsnek is alkalmasak, így összekapcsolva két témát, tehát a közösségi bormárkák és a fröccsnek való borok és a fröccsözés kultúráját szeretnénk körbejárni a következő adás alkalmával. Ha tehetik és meghoztuk kellőképp a kedvet hozzá, akkor akár itt a YouTube-on, akár a Trend FM 94.2-n vagy online kövessenek bennünket egy hét múlva. Zilai Zoltánnak nagyon szépen köszönöm a mai társműsorvezetést, szakértelmet, vagy szakkommentár, ezt szoktam használni. Én pedig önöknek köszönöm szépen a figyelmet, folytassák velünk együtt a kalandozást, ha tehetik, egy hét múlva ugyanitt visszavárjuk Önöket. Ízek, borvidékek, történetek, bormárka. Minden pénteken délután a Trend FM-en.